Köszöntöm nézőinket, Önök a 7.tv Szempont című politikai magazinját látják. Tágítjuk a látószöget, ezúttal nem csak a helyi képviselői munkára fókuszálunk, sőt átlépjük az országhatárt is. Az Európai Parlament az Európai Unió parlamentáris testülete. Ezt a testületet az unió állampolgárai közvetlenül választják 5 évre. A 28 tagállam 751 képviselőjéből álló uniós parlament fontos szerepet játszik az uniós törvényalkotásban. Magyarország 21 képviselői mandátummal rendelkezik, köztük van egy Békés megyei származású politikus is. Mai vendégünk Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő. Köszöntöm stúdiónkban. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, kezét csoklom. Ugye az európai parlamenti munka részben Brüsszelben zajlik. 2 hete ott sajnálatos módon terrortámadás történt. Milyen most ott a közhangulat? A közhangulat az nyilván rémült, megijedt. Az embereket ez foglalkoztatja, ez a téma, beszélnek róla. Annál látványosabb az, hogy a rendőrség, a katonaság a fontos csomópontokon megjelenik, tehát a metróknál, európai intézményeknél, nemzeti intézményeknél, tehát a belga kormánynál, a belga parlamentnél is ugyanúgy ott vannak, jelen vannak, tehát egy fokozott biztonsági ellenőrzések zajlanak. Rémület van, de azt gondolom, hogy vissza fog zökkenni az élet a rendes kerékvágásba. Azért gondolkodok ennyire, vagy azért beszéltem ilyen lassan, mert volt egy hasonló esemény már, ugye körülbelül fél évvel ezelőtt voltak a párizsi események, és akkor ugyanezeket ezeket a biztonsági követelményeket, ezeket az intézkedéseket már megtették, igen. Sőt, én azt tapasztaltam, hogy majdhogy nem a párizsi robbantások után nagyobb elánnal vetették magukat az ellenőrzésbe a belga hatóságok. Például a kislányomnak nem lehetett menni iskolába. Bezárták az iskolákat a párizsi után 2 napra. A harmadik napon már lehetett menni iskolába, de az első 2 nap nem lehetett menni. Most nem volt ilyen. Tehát nyilván a metrót, a központi pályaudvart, az intézményeket felügyelték, de is szabad, vagy tehát az iskolák nem zártak be, tehát iskolában mehetett a gyerek. Azért 2 hét után még mindig érződik, hogy egy kicsit pánik van, vagy feszültebb a helyzet? Hát, kedden volt a robbantás, és mi pénteken hazajöttünk, és azóta folyamatosan itthon vagyunk, úgyhogy vasárnap mennek vissza a lányok, mármint a feleségem meg a kislányom. Én pedig Strasbourgba fogok menni, mert most egy strasbourgi hét következik, hiszen a 4 hétből 1 hét mindig Strasbourgban zajlik. Maga a plenáris ülés a Strasbourgban van. Úgyhogy ilyen formában, hogy péntek óta mi történik, arról nem tudok beszámolni, de azt el tudom mondani, hogy nyilván nagy diadalmat okozott, nagy pánikot okozott. Már viszont volt egy picit olyan érzésem is, mintha már kezdene ez az élet részévé válni, sajnos, teszem hozzá, és akkor abban ne is menjünk bele, illetőleg szívesen beszélek arról is, hogy akkor ez az európai politika, ez helyes vagy nem helyes, de hát nyilvánvalóan nem az embereknek kellene megoldásokat találnia, mert a mi személyes megoldásunk mondjuk annyi volt, hogy Párizs után a